Újvidék, Szabadka, Csíkszereda, Kassa. Néhány a fesztiválon résztvevő színházak közül, amelyek évek óta visszatérő vendégei a rendezvénysorozatnak. Az előadások helyszíne a Refi színpad, a zsinagóga és a művelődési központ, amely a megnyitó ünnepségnek is otthont adott szombaton. A közönséget köszöntötte Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, aki kiemelte, nagyszerű, hogy Kisvárdán már 36 éve létezik a fesztivál. Főhajtás a szervezők előtt, akik megint kiharcolták, megint végigjárták az utat, és itt van egy gyönyörű szép, ha megnézem az előadásokat, egy nagyon minőségi fesztivál fog kapni a kisvárdai közönség, és ez azért is csodálatos, mert a színházi fesztiválok minősége nem előre felé, nem egyre izgalmasabb felhozatal felé mozdul, hanem pont fordítva higul. Ilyen értelemben a kisvárdai fesztivál egy nagyon jó ellenpélda, egy igazolása annak, hogy lehet ez másként is, komoly elvek mentén. Leleszi Tibor a várospolgármestere köszöntőjében elmondta, Kisvárda már a fontos kulturális pont lett a Kárpát-medencében. A fesztivál igazgatója biztos benne, hogy a Kisvárdára érkező nézőknek a látott előadások végén gyakran lesz majd katarzisban részük. Ezelőtt 8 évvel vagy 10 évvel, amikor ez Magyar Színház a Kisvárdai Fesztiválja lett a név, akkor az volt a cél, hogy magyarországi előadások is szerepeljenek a versenyprogramban, és eddig mindig csak ilyen közös produkciók határon túl és magyarországi színházak közös produkciói szerepeltek, most sikerült 2-3 előadást beválogatnunk a versenyprogramba. A verseny előadásokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai Elek Tibor irodalomtörténész, Lőkös Ildikó dramaturg, Nagy Katica színművész, Pataki András rendező és Tapaszt Tóernő színész rendező. Lőkös Ildikó sokat hallott már a fesztiválról, de csak idén jött először Kisvárdára. Meg vagyok döbbenve, hogy micsoda gazdag kínálat, mennyi sokféle előadás van. Tényleg látom a válogatónak, Balogh Tibor válogatónál is, hogy nagyon törekedett arra, hogy mindenfélét felmutassunk. Tehát nyilván a minőség is ilyenkor az egyik szempont, de amivel én nagyon egyetértek, hogy nem, mert az azért szubjektív, akármennyire próbálunk szakemberek lenni, meg szakmából beszélni, azért az egy szubjektív, hogy egy előadást hogy ítélünk meg. De az, hogy mindenhonnan mutassunk fel izgalmakat, érdekességeket, az nagyon fontos. A megnyitót követően a közönség Gogol háztűznéző című vígjátékát láthatta a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Nemzeti Színház közös produkciójaként.